A szezon utolsó hazai meccsén a második helyezett Hajdúböszörményt fogadta a Máté Szalkai MTK, azzal a tudattal, hogy győzelme esetén 3 fordulóval a zárás előtt bebiztosíthatja a bajnoki címet. Az első fél időben 2 gólos előnyt szerzett a Vakas Krisztina játékos edző által irányított együttes, 11-9-es MMTK vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok. A második játék részben is tartotta előnyét a házigazda, amely a meccs végén többször is emberhátrányba került, így a hajrá izgalmas lett, de végül 26-25-re győzött, és a meccs után a bajnoki címnek örülhetett a Máté Szalkai gárda. Nagyon készültünk a meccsre, tehát tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz. Az eleje az így is alakult ennek fényében, tehát nagyon kikimecs volt. A második fél időben egy picit elhúztunk, de visszakapaszkodott az ellenfél sajnos, úgyhogy nagyon kiélezett meccs volt, és 3 ember ki volt állítva nekünk a meccsnek a végén, úgyhogy benne volt a pakliba egy X is, vagy egy vereség is, de szerencsére nyertünk. A védekezés volt szerintem a kulcsa, hogy meg tudtuk nyerni a meccset mindenféleképpen. A támadásnál picit akadozott a játékunk, és nagyon sok zicser maradt ki, ez bosszulta meg magát valószínűleg, hogy szoros lett a meccs vége. A mérkőzésen 8 gólig jutó játékos edző Vakarcs Krisztina szerint a szezonban folyamatosan javuló védekezésnek köszönhetik a bajnoki címet. Én azt gondolom, hogy a védekezésen nyertünk nagyon sok mérkőzést, nagyon erős, agresszív védekezést folytatunk a pályán, és szerintem ezzel tudtunk nyerni. 18 mérkőzésből ugye sikerült 17-et behúznunk, egyetlen egy vereséggel sikerült zárni, aztán még ki tudja, mi lesz a 3, de én azt gondolom, hogy a lányok kitettek magukért, és hál' Istennek, hogy egy nagyon jó bajnokságot sikerült zárni. Az NB2 északkeleti csoportjának élén a Máté Szalkai MTK áll 36 ponttal, megelőzve a 29 pontos Hajdúböszörményt és a 26 pontos Füzesabonyt. Az MMTK a hátralévő 3 fordulóban Bőcsön, Hevesen és Ózdonlép pályára.